A járványhelyzet feje tetejére állította a gazdaságot sok szempontból, rengeteg a kérdőjel, és ezekre a kérdésekre megpróbálnak válaszolni a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara különböző fórumain, így a kerületi-területi vezetők is érdekeltek ebben. Tarjányi János a Pest-Erzsébeti területnek az elnöke, és ezért kérdezem Jánost, hogy mi a helyzet, mi az, amit a hozzátok forduló vállalkozóknak, cégeknek mondani lehet? Hát túl sok jót, túl sok biztatót nem tudunk. Ugye ezt a helyzetet nem tudjuk, hogy mikorra tudják leküzdeni azok, akiknek ez a feladata. Bizakodók vagyunk, mert hallunk jó pozitív híreket, és hát sajnos hallunk rosszakat is. Reméljük, hogy legalábbis a mi érdekünk és mindenki érdeke az, hogy ebből viszonylag győztessen, egészségesen, jó egészségbe kerüljünk ki mindannyian. Milyen eszközök rajzolódnak ki? Tehát adott esetben egy vállalkozás, legyen az kicsi vagy közepes, végül is milyen mozgástérben van, milyen lehetőségeket mérlegelhet? Ugye most a legfontosabb az, hogy az egészségére vigyázzon mindenki. Ezért szorgalmazzuk azt mi is, hogy mindenki maradjon otthon, aki csak ezt megteheti. Nyilvánvalóan ez a gazdaságra rendkívül negatív hatással van. Ez leginkább a kisvállalkozók érzik meg, az 5 fő alatt foglalkoztató egyéni vagy társas vállalkozások, és hát ott komoly gondokkal kell küzdeni, mert visszaesett a forgalom nagyon jelentősen. Ez azt jelenti, hogy ugye mivel ez egy racionális dolog a vállalkozás, nagyon is racionális, ezért olyan üzleti tervet kell készíteni mindjárt induláskor, amiben megvannak a bevételek és a kiadásoknak az összhangja. Ha most ez felborul, akkor nyilván ehhez alkalmazkodni kell. Ez történt most, ugye rengeteg munkahelyről el kellett küldeni embereket, vagy át kellett csoportosítani rövidebb munkaidőbe, tehát ugye csak a bevételből lehet fizetni, semmi másból. Ezért aztán kialakultak nagyon szerencsétlen helyzetek, és ez elsősorban a mi alkalmazottainkra nézve nagyon rossz, de ugyanez visszahat a vállalkozásunkra is. Akit most nem tudunk kifizetni bármilyen okból, vagy a társaink bármilyen okból nem tudnak megfizetni, és nem tudják alkalmazni, az visszafelé is nagyon negatív hatással lesz, nem tudni, hogy mikorra rendeződik ez a helyzet. Én azt gondolom, hogy ennek legalább egy év kell, mire újra vissza tudunk állni arra a szintre, amiről eredetileg elindultunk. Azok a törekvések, amelyek megfogalmazódnak kormányzati szinten, és valójában hordozzák annak a lehetőségét, úgy tűnik, hogy különböző pályázatokon, különböző igényelhető módokon lehet például mondjuk a munkabér kifizetéséhez segítséget kérni, hitelt fölvenni, támogatást esetleg bevonni. Ezek már megjelentek a mindennapi gyakorlatban? Én úgy tudom, hogy igen, lehet már pályázni, lehet igényléseket beadni, de mindez nagyon kevésnek tűnik. Tehát ott, ahol kényszerűségből el kellett küldeni dolgozót, azon a dolgozón ez a helyzet nem segít. Bármennyire is jó egyébként az, hogy van valamilyen lehetőség támogatást igényelni. De ugyanakkor azt viszont mindenképpen meg kell jegyezni, hogy például akinek megőriztük a munkahelyét, tehát úgy, hogy nem felmondással, hanem esetleg fizetés nélküli szabadsággal, vagy 4 órás munkaidőbeosztással, tehát a bevételekhez arányosítva a feladatokat, ott viszont semmilyen kompenzáció nem jelenik meg, és ez nagyon nagy probléma. Ezek az emberek nagyon el fognak szegényedni. Ha csak már most nincsenek nagyon elszegényedve. Nem tudjuk, hogy mennyi a kitartásuk. És hát ugye a vállalkozó az csak a bevételből tud fizetni. Egy vállalkozónak mindig azt mondják, hogy neked milyen könnyű, neked biztos van. Ez így ebben a formában nem teljesen igaz, mert a mi gyakorlatilag az anyagi lehetőségeink, azok benne vannak a műszerekbe, eszközökbe, anyagba, áruba, és ezzel mindenki van. Azonban nem lehet belehaladni.
Nagyon sokféle kérdés kapcsolódik ahhoz, hogy egy ilyen válsághelyzetben vajon a bankrendszer, az egyes bankok mennyire tudnak, ha úgy tetszik, mentőkötelet dobni. Jó lehet adott esetben nem ingyen, hanem tisztes haszonfejében, de hogy egyáltalán akár azzal, hogy különböző fizetési kötelezettségeket el lehet halasztani, vagy olyan hitelforrásokat produkálnak, amelyek segítséget jelentenek, és nem elsősorban plusz-plusz terheket. Ebben a szegmensben vannak-e információk? Én, akikkel beszéltem, azok ezt a lehetőséget nem kívánják most igénybe venni, ami teljesen normális is. Hát bevétel díján mire lehet felvenni hitelt? Nem tudjuk, hogy ennek az egész történetnek mikor lesz vége. Ha tudnánk pontosan, tehát azt mondanák, hogy jövő év április 30-ával ez megszűnik, és helyreáll a rend, minden lesz, akkor fogjuk tudni azt, hogy akkor éppen mennyi bevételünk lesz, az a bevétel mire lesz elegendő, milyen hiteleknek a kifizetésére. Természetesen akkor majd szükség lesz nagyon kedvező hitelekre, hogy a gazdaság újra tudjon indulni. De addig hitelt felvenni szerintem nagyon nagy kockázatot jelent. Azok a hiteleket előbb-utóbb fizetni kell. És azt nem tudjuk, hogy mennyi marad ki most, és nem tudjuk, hogy mennyi lesz később. Tehát azért ennek hosszú ideje van. Ez nagyon nagy kockázatokat rejt magában. Azok közül, a Pest-Erzsébeti vállalkozások, cégek közül, amelyekre rálátásod van, ha úgy tetszik, szakma, vagy iparág, üzletág, szolgáltatási ág szempontjából vannak-e különbségek, ki az, aki aránylag rugalmasabban tud alkalmazkodni a túléléshez, több mozgástere van? Nehéz ezt megítélni. Tehát én többekkel beszéltem, de többféle probléma vetül fel. Aki mondjuk egyedül dolgozik, tehát alkalmazott nélkül, és szívesen vállalna munkát, azt mondjuk a lakosság esetleg félelem okán nem engedi be a lakásába. Tehát nem csak az a probléma, hogy akarunk-e dolgozni, vagy nem, hanem hogy lehetőségünk van-e munkát végezni, vagy nem. Ez nagyon összetett, és erre igazából válaszolni nem nagyon lehet. A szűkebb szakterületed az autóhoz kapcsolódik sokféle szálon, tehát az autószerelő, az autó körüli feladatokat ellátó üzletágban mit tapasztalsz? Itt nem csak magamról beszélnék, mert nagyon sok környező olyan vállalkozó van, aki ebben a szakmában érintett, többen bezártak, mert nincs megrendelésük. Ugye most kijött egy olyan jogszabály is, amely a hivatalos okmányoknak az érvényességi idejét kitolta 15 nappal a járványhelyzet végén követően. Most ez például a műszaki vizsgáztatásnál nálunk közel 70%-os visszaesést eredményezett, hogy majd megpróbálják akkor. Ez kettős egyébként, egyrészt azért is, mert akinek lejárna a műszaki vizsgája, de megkapta ezt a kedvezményt, az nem csak azért jön el, mert nem akarja megcsináltatni, mert ki tudja tolni az időt, mert azt ugyan egy picit ki tudja, de amikor majd elérkezik az a 15 napos idő, akkor azért azt figyelembe kell venni, hogy akkor, amikor helyreáll a rend, és mindenki megy a saját idejében, akkor ez a rengeteg elmaradott jármű, ez mikor fog tudni levizsgálni például. Havonta 170 ezer jármű vizsgázik az országban. Most akkor számol ki, hogyha egy 65-70%-os visszaesés van darabszámban, az a jármű, hova fog betérni, mikor tud levizsgálni. És azzal senki nem számol, hogy majd akkor, amikor ez a helyzet lesz, akkor a 15 nap, amikor letelik, utána már nincs további, legalábbis arról nincsen szó, hogy további engedményeket tennének abba az irányba, és hát azért 16-17 éves járműparkról beszélünk. Tehát azért hordozás kockázatot veszik magában. Egy baleset esetén mi történik egy elhanyagolt jármű, aminek ráadásul le van járva a valóságban a műszaki érvényesség, és mondjuk balesetet okoz. Én mindig kétkedek ilyen esetben.
Tehát akkor tulajdonképpen itt egy csomó minden van, ami ha ebben a konkrét pillanatban nem is jelent kifejezetten nagy gondot, de úgy összességében igen, és mindenképpen folyamatosan mérlegelni kell, hogy mi a racionális, mi a biztonságos, mi az, amit mégiscsak meg lehet menteni. Egyébként, hogyha hozzátok fordulnának, van lehetőségetek szolgáltatást nyújtani? Természetesen nyitva vagyunk, de csökkentett üzemmóddal működünk, és csökkentett állományjal. Úgyhogy én mindenképpen azt szeretném kérni, aki ezt hallja, ezt a műsort, vagy hatása lehet arra, hogy mi történjen. Én azt kérem, hogy azokat az embereket, akik március 12-e előtt munkaviszonyban voltak, a cég adóképes volt, adózott, azokat az embereket segítsék meg legalább egy fizetésüknek a 80%-áig. Ha csak a minimálbér 80%-áig, a nettójáig megsegítik. Már akkor sokat tettünk az emberekért, mert ezekből az emberekből épülnek fel a vállalkozások. Gyakorlatilag mi csak azok vagyunk, akik ezeket a vállalkozásokat létrehoztuk és működtetjük. De a valóságban ezek az emberek azok, akikből ezek a vállalkozások tudnak profitálni. Egymásra vagyunk utalva. Én azt kérem, hogy őket segítsük meg, amennyire lehet. És hogyha helyreáll a normális élet, akkor ezek a vállalkozások nem mennek tönkre azért, mert nem lesz szemben. Úgyhogy én azt szeretném, hogyha rajtuk tudnánk segíteni. Minél többen és minél jobban. Köszönjük szépen a lehető legjobbakat. Minden jót, jó egészséget. Jézusmentes hétköznapokat kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen.